Na, halihó. Kiírásokat még gyorsan intézzük. Stream online. Sudoku climb. Halihó, halihó, sziasztok! Mi a helyzet? Szép jó napot nektek is. Ja, még Facebookra kéne írnom gyorsan. Oké, most kicsit lemaradtam a kiírásokkal. Stream Online Master Solo Queue Climb. Magyar kommentárral. Menjen. Jó, hogy én legyek a first pick. Ja, az AD carry-t akart valami swappolni. Miért is ne, persze az AD carry-t, azt későn kell pickelni, srácok. Hát a jungler előrébb akar ugrani. Sok szerencsét a mai streamre, köszi szépen. Halljó, Peli, menjél egy mundó top. Egy bundó top, az nem fog menni. Veled streamel az e-sport. Sok szerencsét a mai meccsekhez, köszönöm szépen. Reméljük jó meccsek lesznek, srácok. Nem úgy, mint legutóbb. Kicsit alacsonyabb szintű volt ugye legutóbb. Na. Oké, megvannak a kiírások. Mindent be lehet zárni. Twitch-et megtartom, majd csinálok prediction-öket a meccsek között. Hogy melyik csapat fog nyerni. Na nézzük, Seth midlane-en van. Igazából ez egy AP toppos után kíván. Végre AP toppos felszabadul. Ez az. És lehet, hogy ezzel... Oké. Érdekes lett volna, hogy kimondom azt a szót, hogy oké, AP toppos felszabadult, aztán a botlanerem belokkol valami AP botlanert, mint Seraphine, Swain, vagy valami hasonlót. Szerencsére nem. Üdv, Nobunaga! Martin the Top Father, halihó! Gameplay, halihó! Svart Bro, Zsobesz! Üdv mindenkinek, Trindamir plusz Karma. Valami nagyon toxic top laner lesz ebből. Mind a kettő nagyon toxic. Ajj, megnézzük, mit tud a Trindamir Rumble ellen hozni. Nem játszottam még a matchupot, úgyhogy kíváncsian várnám. Valószínűleg ez egy olyan matchup, ahol E-vel kell kezdeni. Nagyon ritka. A matchupok nagy részébe szeretnék Q-betűvel kezdeni. De ez szerintem egy E-s. E-kezdős. Hitmaner, üdv neked is. Szia Csacsi és Csacsi Chat. Haha, szia neked is. Most mutatják az interjúdat. Ja, azt is majd én is megosztom. Facebookon majd. Nem volt rossz interjú. Rank, Master, Master Solo Queue. Jelenleg. Oké, ez Trindamir top lesz. Ez szinte most már biztos. Hagyom a runákat így, ahogy vannak. Ez így szerintem nem vészes. És akkor váltunk is. Oké, szuper. Ugye tegnap volt egy Age of Mythology streamem. Remélem, hogy mindent sikerült visszaállítani normálisan, hogy League of Legends-hez illjen. Ilyenek a dolgok. A prediction-t az betalom. Mehet a prediction, kinyeri a meccset.
A legnagyobb esély arra, hogy csatorna pontokat nyerjen valaki, vagy veszítsen. Igen, az FPS-sel nincs probléma már. Legalábbis remélem. Meglátjuk. Blurzoros is volt, ja, mondták, hogy Blurzorral is csináltak. Nagyon tetszett a tegnapi stream? Örülök neki. Igazából nekem kicsit sok volt a tegnapi stream egyébként abból a szempontból, hogy Age of Mythology-t játszani, és közben nézőkkel beszélni, nézőkkel bármilyen interakciót folytatni, ez nagyon nehéz. Rendkívül magas koncentrációt igényel maga a játék. Úgyhogy ez kicsit sok volt nekem, hogy meccsből meccsbe ugrottam folyamatosan, és szerettem volna még beszélni a nézőkkel is. De legközelebb kicsit okosabban csinálnám szerintem. Egy-egy meccs után lezárnám a lobbit, és akkor kicsit több interakciót hagyni magával a chattel, mielőtt egy új meccsbe beleugranék. Szerintem így lehet megoldani. Yukerukun, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. 27 hónap. Üdvözlet ismételten. Halió Imperial. Nagyon jó volt, lehetne még ilyen. Lesz majd még szerintem valamikor, még ugye említettem a tegnapi streamen is, hogy szeptember 14-ig van lehetőségem más játékokkal is játszogatni, de szeptember 14-től pedig elég keményen beindítjuk majd a gyakorlást a téli kupára, ami ugye már október elején is kezdődik, úgyhogy onnantól csak League of Legends lesz számomra. Tegnapi Age of Mythology csak win volt, nem az utolsó meccset elvesztettem. Kifejezetten jól ment. Elég erős ellenfeleim is voltak, akik ellen alapból nem nyernék. De tegnap egész jól ment. Kerberos. Kassziózik. Na, elég sok manát pazarolnom. Uff, nem tudom, elég furcsán. Csinálja a dolgokat. What the fuck? Ez ki fog folyni manával így. Oké, okay. Ennél jobb Cassio top lennék, az biztos. Te atyám úristen, hova küldi a kommentvieit? Rengeteg manát elhasznált. My blade is at your service. Celery, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Ja, persze. De utálom a level free gankeket. Nek nincs counterplay-e. Level free ganknek nincs counterplay-e, őszintén. My blade is at your service. No, van egyébként, ha odafigyel az ember. Ez most csak figyelmetlenség volt. Pont le is tebeltem, hogy ránézzek a feliratkozásra. Ja, jelenleg minden level free gankbe belehalok egyébként manapság. Ez tényleg csak azon múlik, hogy mennyire figyel oda az ember. Szomorú. Hey Lorf, köszönöm szépen neked is a feliratkozást. Főleg Ignite top lanerrel ez nagyon büntet. Amikor valaki belehal egy-egy gangbe. Nincs flashy a Viego-nak. Nekem sincs flash-em. Akármennyire is rosszul játszik az ellenfél, hogyha bealszik az ember, akkor sajnos megkapja a lehetőséget, hogy nyerjem.
tell me twice. Gyerünk, Lilia, mehet az invade. Jövök topról elsőként. Oké, okay, ez megvan. Szép. Kaptam egy kis XP-t is. Gyors recallt eltolunk. Vagy van még TP? Na, jön is a TP. Mit gondolsz? Top a legbüntethetőbb lane? Mid a legbüntethetőbb szerintem. Legalábbis én amikor midet látni játszok, akkor nagyon úgy érzem, hogy nagyon lehet büntetni. Ugye a support is érkezhet könnyedén. Toppon elég sok múlik azon, hogy mennyire sok setup-al rendelkezik mindkét hős. De hogyha sok setup-al rendelkezik a jungleres is, meg a toppos is, akkor elég jól büntethető, igen. Level 6-os. Továbbra sincs flash-en, még 70 másodpercig. Hey. Nyugalom, Vini. Vini, nem kell ennyire elveszteni a fejedet. Nem tudom, mi a baj a Vininek, de a botlénerek azok nagyon gyorsan elvesztik a fejüket manapság. Folyamatosan egymást pingelik. Hát, ez meg fog halni a szett. Vagy nem. Worf. De gyorsan felgyorsult a phase rush-sal. Megérte, de ugyanakkor nem érte meg, mert nagyon campelik toppot, most hogy nincs flash-en valószínűleg könnyen belehalok majd megint. De nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy legbüntethetőbb lane szerintem, ez mindig a lanereken múlik. Én például nagyon agresszív laner vagyok, akárhol játszok. Legyen az mid lane, bot lane, top lane. Tehát én mindig arra játszok, hogy nyerjem a lane-emet. Főleg solo queue-ban. Az anyád. Mindent elmisszelt, leolinált, miközben Pink Ward is véd. Ez egyébként hihetetlen, hogy ez... Amikor, ha én ezt csinálnám, mint top laner, rögtön kapnám a genket és meghalnék. Nagyon érdekes egyébként. Lehet, hogy pingelnem kéne ezzel elénkor a junglernek. Lehet, hogy pingelésem múlik egyébként. Nem tudom. De valahogy én úgy érzem, hogy ezeket a büntetéseket mindig kihagyják a junglerein. Valószínűleg azon múlik, hogy nem pingelek nekik. Nem látják maguktól, ugye?
Nem gondoltam, meg fog tudni ölni a Cassio. Egy Q betűt betalált, szerintem egy hármat kidodzsoltam, ultiát kidodzsoltam, de teljesen mindegy, mert hatalmas item különbség volt a kettőnk között, ugye? Azzal, hogy nagyon elfiderődött a korábbi genkek miatt. De látszik, hogy elég rosszul játszik egyébként a játékos maga. Tehát ennél százszor jobb Cassiopeiák ellen játszottam már. Úgyhogy még a Fed is lesz, szerintem nem lesz abból probléma. Trindam érte jobban aggódnék, az nagyon erős. Na, meg lesz hát? Nem lesz meg, persze, nem lesz meg. Kár. Ez nehéz meccs lesz, ez biztos. Jó van, igazából az én hibám. Figyelmetlenül játszok ezen a meccsen. Majd következőn lehet javítani. Az a baj, ez nagyon ilyen snowball effekt, ugye, hogyha már level 3 gankbe belehal valaki, akkor rögtön nagyon nehéz stabilizálni, mert a flashedet is elhasználod. Főleg ignite top lane-re. És utána még tovább is campelnek, akkor egyre nehezebb lesz. Elindulok topra. Nem akarjuk legenkelni. Kapom a genket, jó, akkor elhagyjuk a várat. Bepingelem párszor hát, ha valaki most elindul. De úgy tűnik nem. Na, kis comeback. Megvan a mythic item is. Mythic item. Liliánk az nagyon elfidelődött. Szedtünk is erős. Igazából csak a Trindamér az, ami probléma lesz. A többi az elég gyengének tűnik. A Trindamér az nagy probléma lesz. Elkezdett tintelni.
Elkezdett intelni nagyon a Cassio. Úgy tűnik csak pingelni kell, most hogy pingelgetem, jönnek folyamatosan az emberek, hogy elintézzék. Lehet ez az, ami hiányzik belőlem, hogy nem pingelem, amit látok. Úgy gondolom, hogy egyértelmű mindenki számára, de ez nem egyértelmű egyáltalán. Egy az egy, jól van, nem rossz az. 2v1-es szituációban. Haha, karma is meg fog halni. Azon még lett volna a system, hogyha elviszük gyorsabban. Nem baj. Nem baj, az nem rossz, én lemegyek majd botlane-be. Na, az meg lesz. Egy Q betű. Ja, nagyon jó. Az is megvan. Szép. Szép, szép. Csak vigyázni kell, hogy a Trin nem érne kapjon túl sokat. Valószínűleg botlane-re fog jönni. Szerintem ez egy olyan meccs, ahol zonyára kell majd rámennem, mert valószínűleg az lesz a szerepem, hogy tartsam a Trindamért. My blade is at your service. Daimler, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Üdvözlet. Na, ott is a Trinda, igen. Nagyon agresszív meccsről van szó most már. Mindenki overagresszívan játszik mindenhol. Ezt észben kell tartani, meg elég sok is a cheese megmozdulás. Trindamér is például megint a bokorban ült. És várta, hogy legyen valami lehetősége. Wow. Elég gyorsan elsöpört. Ezért kell a zonya egyébként. Ha lesz zonyám, akkor nem tud ilyesmit megcsinálni majd. A következő alkalommal már lesz topacsa. Az is elég lesz. Megyünk fel topra. Legalább rikololnia kell valószínűleg. Nem tudja fenntartani a nyomást. Jó lesz. Ja, tényleg jó lesz. Oké, balanszt a Lilia is. No, hát iszonyat sem fed igazából. Rámegy a következő wave-re. Diego-t látjuk, oké. Okés. Szép. Trindának kiszedtük a flashét, az elég fontos. Bár szerintem ez a Trinda úgyis csak speed pusholni akar majd. Rámegyek a sutyarákra, suhanyú sutyarák. Arra Lilia is érkezik, akkor az nem az enyém lesz. Mindenki rikolózik, amikor nyomást akarunk helyezni a pályára. Lehet, hogy Luthi az kicsit sok volt el. Na, ki herádozik? Bart herádozik. Oké, Bart. Bart, patya.
Na, egy kill-t nem kapok sose. Na, megyünk tovább. Nem úgy tűnik. Sose jön a kill. Na mindegy. Nem is kell. Jobb helyen van az másoknál most. Oké. Set. Megvadult a set. Mert a nosor is. Csak rá kéne menni a nosorra. Kéne a set, meg a Lilia. Gyerünk srácok, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Fast recall, meg lesz hamarosan Zonya is. Szuper. Trindamért kéne kipusolni. Na, lemegyek botra, az talán jó lesz. Nekem kell majd segítség egyébként. 1v1-ben azért nem bírok el a Trindamérrel, az biztos. Nagyon fed ugye a Trindamér. Nem kapok segítséget. Érdekes. Akkor én se fogok agresszívan játszani. Szépen csak felbuffolom a minionokat és... ülünk rajtuk. Bármelyik bokorban ott lehet a Trinda. Szerintem. Be lehet, hogy teamfight lesz a vége. Na ez is elég rizikós volt, amit csináltam. Hát oda kell adnom neki a wave-et, sajnálom. A csapatom nem segít nekem. Megyünk 5 midre, az is egy megoldás. Elég solo queue megoldás, de egy megoldás. Legyen hát. Solo queue nasorok. Mindig jók. Mindig élvezetesek. Be tudjuk enni, nem vagyok benne biztos. Van egy tindájuk. Sőt. Egy torony az mindenképp menni fog. Pont belenéztünk a Cassie ultiba. Kis tánnak ki volt, de... sikerült beendelni. Na, szerintem a Bardnak adok egy honort, ő elég jól játszott. A Lilia is persze, de... az ritka, hogy egy Bard jól játszik. Lilia az. Junglerek azok általában elég... elég jók szoktak lenni. Na, az Ezreal-nek megadunk egy reportot, mert az elég toxik, hogy permapingeled a Nexusodat a harmadik percben, mert a supportod valamit nem úgy csinálta, ahogy szeretnéd, vagy valami hasonló. Ez elég gáz szerintem. Somur, nagyon szépen köszönöm! Mi van a pólómra írva? Wild Rift. Ez még nem tudom. Hány évvel ezelőtt is volt ez? 2 évvel ezelőtt volt szerintem. Hogy három évvel ezelőtt volt egy All-Star, és akkor kaptam a rájöttel ezt a pólót. Wild Rift-es póló. Én magam nem játszom a Wild Rift-tel, de attól függetlenül szeretem. A Trinda ellen nem lenne jó megoldás max CDR és megpróbálni az ultiaiddal vinni a véveket előtte. Sajnos ez nem működik, túl magas így is a cooldownja. Trinda ellen mindig a legjobb válasz a Zonya építése. Mert hogyha van zonyád, akkor nem tud dive-olni torony alatt.
max 1-1-ért trade-el. Tehát láttátok, amikor bármikor, amikor dive volt, ha lett volna stopwatchom, akkor nem tudott volna már dive-olni. Csak annyi, hogy underfed volt, ami megfed volt. Ez volt a különbség. De hogyha alapvetően mindkettőnk ugyanakkor erőforrásokkal néz szembe egymással, és nekem van egy stopwatchom vagy zonyám, akkor sose fog tudni tornyot szedni. Bardot useless supportnak tartják, de ezek szerint tud hasznos is lenni. Na ja, hát nézzük meg, hogy mi ellen volt, ugye. Senna Karma ellen, tehát igen, ott nem nehéz hasznosnak lenni. A Bard ez akkor haszontalan általában, amikor az ellenfélnek egy erős meta supportja van. Rell, Leona, Nautilus. Ha ilyen supportok vannak, na hát akkor Bard az ugye nem a leghasznosabb. De srácok, nekem kék oldalon nagyon hozzá kell szokni a level 3 gankek overrespekteléséhez. Újra meg újra fel kell, hogy írjam ezt, hogy a level 3 gankre odafigyelni. Nagyon sokat halok bele a level 3 gankekbe. Cassio Viego-nak annyira nincs jó setupja egyébként. Csak nem tudom, triggerelni szokott, amikor az ellenfél rosszul játszik. Mindig büntetni akarom, de eszembe kell, hogy ilyenkor jusson. Hogyha az egyik jungler az nem full clear-el, hanem gankel, a másik meg full clear-el, akkor ez nem működik. Igen, a Prime League az német első. Első liga. Prime League. De ezt tudtad, miért mentél oda, hogy kidájvoljon? Na, vajon miért? Miért mentem oda, hogy kidájvoljon? Én is az a típusú játékosok közé tartozok, aki megpróbál folyamatosan outplayelni. És igazából van nekem outplay lehetőségem Zonya nélkül is. Hogyha tegyük fel, az ellenfél nem játszik meg tökéletesen egy szituációt, akkor tegyük fel, mondjuk egy dupla lassítás átok nyomni, mielőtt elfutna a torony alól és a toronylövés megöli. Vagy lerakom az ultimat és ki tudom kite-olni dupla lassítással és pajzsal. Tehát ezek a counterplay-ek, amikre rájátszottam, Zhonya nélkül. Nem működött, de engem nem zavart, mert ugye 1-6-os voltam. Tehát hogyha 1-6-os vagy, akkor megpróbálhatod a counterplay-t, vagy megpróbálhatod ezt perizikózni, mert teljesen mindegy. Hogyha 0-0-ban vagyok, és az ellenfél meg 3-0-ás trind nem ér, vagy mondjuk 2-0-ban vagyok, és van rajtam egy shutdown, akkor viszont tényleg nem érdemes megpróbálni. Ugyanakkor, hogyha 2-0-ban vagyok, és van rajtam egy shutdown, akkor valószínűleg van már egy stopwatchom is, és akkor megint más a helyzet, ugye? Én úgy szoktam vele lenni, főleg solo queue-ban, hogyha underfed vagyok, akkor én belemegyek ezekbe a rizikós szituációkba, mert nincs mit vesztened. Tehát most kidáj volt ugye a Tryndamere level 12-nél, elhasználta az ultiát, nem volt HP-ja, rikóloznia kellett. Tehát valamit azért csak elértél vele, megszakítottad a nyomását, annak ellenére is, hogy kidáj volt, tehát kb. Egy ilyen empty kill, amit kapott. Annyi, hogy te elvesztetted a farmot, és az ellenfélnek is volt egy kis nyomás a toppon, leszették a top tornyot, de miután respawnolsz, akkor tudsz majd visszamenni. Nem tudom, miért ezt bannolom is kapásból. Most ugye, hogy ban buffolták ez a hős, hogyha midle meg topra flexelik, akkor ez nem jó, hogyha benn van a játékban. Mikor bepikkelik a Tryndamere-t, és nem tudom, hogy topra vagy midre megy, az elég kellemetlen tud lenni. Oké, látjuk a kompozíciónkat. Trinda most a legerősebb, és minden is putásokat nyer. Valószínű, igen. Masterben tanyázok. Igen, azért tanyázok Masterben, mert nem játszottam. Inaktivitás miatt. Nyilván meg lesz majd a Challenger, csak aktívan kell játszani, tehát ez sose szokott probléma lenni. Látjuk a junglerjüket. Jó lenne, hogyha jungle-en pikkelne. Én pedig akkor meg tudok dönteni.
Szomúr, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Negyedik hónap. Így tovább. Köszönöm szépen. Üdvözlet ismételtem. Valami tankos hős kéne erre a meccsre, mert nincsen frontline-unk. Orn az elég jó lehet. Pop is se rossz. Kell-e extra engage, az a kérdés. Mert eddig annyira sok engage toolunk nincsen. Ugye Hecarim az például follow-up engage szokott lenni, vagy flanker. Ez a hármas kornak viszont nincs engage-je. Egy jó poppi. Csugáltat a népnek. Sen az nem biztos, hogy rossz, de Atrox ellen elég nehéznek hangzik a lane. Igazából egy bruiser is megteszi szerintem, ilyen Renekton Gnar típusú bruiser is elég jó ebbe a kompozícióba. Na, ahogy nézem, nekünk nem kell több engage, mert valószínűleg outrange-eljük őket ugye az Anivia-val. És a Gnarnak legalább jó a lénye az Atrox ellen egy idő után. Ugye Gnart is buffolták, elég erős most. Tenacity-t hozok. Dupla Tenacity runákból az nem rossz az ellenfél csapata ellen. Oké. Okay. Gnar mindig megéri, valóban. Egy jó Gnar mindig jó. Gnar Atrox ellen. Maradok a Doran's Shield-del. Stabilizálom ezzel a laning fázisomat. És ugye az Atrox elleni matchupokban, amit nagyon fontosnak tartok én, az a második típű rárásolás. Mert a movement speed az nagyon erős az Atrox ellen. Hogyha nagyon sokat játszasz Atrox ellen, akkor lesz egy ilyen megérzésed ahhoz, hogy mekkora range-ei vannak a Q betűjének, meg mennyi időbe telik, mire a W-t kifutod, ilyesmi. Ilyesmihez hozzá lehet szokni. És emiatt nagyon erős ellene a kettes szintű cipő, mert az sokat segít a dodge-lásban. Általában az Atroxok is kettes szintű cipőre szoktak rámenni, hogy ezt kompenzálják, mert különben, hogyha túl nagy a movement speed különbség a kettőtök között, akkor nagyon nehéz neki játszani. És ha ő kettes cipőre megy rá, akkor meg ugye nincsen sebzése. Már nem tudom, hogy mit szeretne. Jövök, de ha az ellenfél invédelni akar, akkor le fognak invédelni. Liselni. Liselni 2023-ban. Jó, legyen. Legalább nem fog belehalni a level 3-as gangbe, mert nem lesz prioritásom. Ez se rossz végül is. Ja, amúgy is Graves-ük van. Hát annak nincsen ugye setupja. Tehát most tényleg nincs setupjuk top lane-en, tehát nehéz belehalni egy gangbe. Unlucky. Kicsit a last hitel is. Ugrást ezt mindig tartalékolni kell.
Valószínűleg botlane-en van egyébként. Ugrást azért kell tartalékolni, hogyha elhasználom, akkor mindig lehetőséget kapna arra, hogy ulineljem. Dupla V-vel. Oké, most például ott egy lehetőség neki. De nem vészes. Azt hittem, hogy előre ugrik a Q2-vel, ugye? Ez nagyon sok a tendenciákról szól. És eléggé ez volt a tendenciája, hogy előre ugrik a Q2-jével. Úgyhogy megrizikóztam, hogy megpróbálom kiugrani. Most el tudnám használni viszont az ugrást. Agresszívan. Közeli. Jól van, berizikózta az Olint. Legyen hát. Na jó volt egyébként a flash-je. Rossz helyre flash-eltem valószínűleg. Oké. Okay. Flash trade-eltünk toppa. Megnézzük, hogy milyen itemmel jön. Egyes szintű cipő, oké. Most nincs ugrásom, vigyázni kell. Eléggé trollkodok ezen a lénon. Kicsit overtradelünk ezek szerint. Rossz tendencia. Egyébként nárral sokkal érdemesebb felszkélelni, mint overtradelni, mert maga a hős az elég jól szkélel. Túl sok tradelés az nem jó. Főleg, hogyha leszóló killet már egyszer, akkor onnantól igazából nehéz trade-eket nyerni. Az item hátrány miatt. Mindig kicsit át kell gondolni, oké, okay, mit ad az item, milyen előnyt ad. Kettes szintű cipő, mobilitás. Igazából sokkal inkább arra kell rájátszani, hogy ki tud zsolni a Q-betűket. De elég rossz teljesítményt nyújtok ezzel a Q-betű dodzsolással most. Alapvetően ez egy elég jó matchup, ilyenkor már. De nagyon könnyen betalálja a Q-betűit, anélkül, hogy E-betűt kéne használnia. És akkor kénytelen vagyok sokszor az E-betűmet a Q2 plusz E-kombó miatt elhasználni. Túlságosan agresszívan próbál trade-elni. Most is például eltalált.
Na, jó kis chunk volt végül is. Most vigyázni kell, hogy ne tudjon leolinálni. Ja, próbál nagyon valami all-in lehetőség után nézni. Kibartolt. Jó, ez jó trade volt. Léci, vidd el mindkettőt. Oké, egyet elvinni az... Ah, végül is az is elég. Így, hogy hárman... Hárman is gangbangeltek toppon. Így nem rossz végül is. Jól van. TF ultit beszettük. Igazából ez így teljesen jó, amikor a TF ultit használ és egy az egyért trade-elsz. Ugye Shutdown még oda ment a Hecarimhoz is. Ez nagyon jó nekünk, mert ez teljesen mindegy, hogy az Aatrox az mennyire fett, sose fog tudni nyerni a Gnar ellen sidelane-en. Olyan mértékben, hogy csak ignorálni tud és tornyokat szedni, vagy valami hasonló. Tehát ez egy olyan matchup, ahol ilyesmit sose fog tudni megcsinálni. És a Hecarim még egy killt be tud szedni. Ezután már a Graves ugye elhasználhat az ultiát. Satöbbi, satöbbi. Az Aatrox az továbbra sem ment rá a kettes cipőre, úgyhogy elég jól out lehet majd trade-elni. Úgyhogy még extra movement speed-en van, tehát már lehetett látni, hogyha kicsit okosabban csinálom a trade-eket. Ha már is nem annyira. Ez viszont nem volt okos összességében. Főleg a passzívját megenni az elég veszélyes. Nagyon erős passzív van az Aatroxnak. Ugye elég sokat is heal-el vele. Volna halni, de túléltük. Dodge Mester. Dodge Mester nár! Szép, megakadályozta a TF-et. Há, és még el is flash-el. Nem szedem fel, hogyha ennyire agresszívan játszik. Ha, ha, ha. Oké. Ja. Á, próbáltam kiszedni belőle a flash-et, igazából a flash Q betű Q3-at próbáltam dodge-olni. Oké. Balanced. Speed of Shogun first item. Érdekes egyébként, amikor olvastam a patch notes-ot, akkor ilyeneket írnak, hogy ja, a mana mune-t azt mennyire erős a Hecarimon a mana mune, meg nem tudom micsoda, és akkor buffoljuk a Spear of Shogun-t, hogy ne legyen neki mana problémája. Vagy valamit csináltak a mana kosztjaival. És akkor azon gondolkodtam, hogy az éppen, hogy gyengíti a Hecarimot, hogy mana mune-ra kell rámennie. Mert ezzel ugye a tankossága nincs meg. De aztán, hogyha Spear of Shogun-re rá lehet rásolni, akkor most már megvan a tankosságod, megvan a damage-ed, megvan a cooldown reduction-ed. Ez az item. Brutális Hecarima. Lehet ki kéne próbálni Hecarim toppot.
régi szép idők emlékére. Ekkori OP OP. Nem a legtisztább a movement. Gyors recall belefér. Eladom a Durant Shield-et, akkor megvan a Trinity Force. Jó döntésnek hangzik. Elfejtettem lezárni a legutóbb a szavazást. De lezárta valaki szerintem. Köszönöm szépen. Nagyon gyönyörűen festek ma, köszönöm szépen. Csacsi nyugodtsága egyszerre inspiráló és ijesztő. Ja. Együtt kell élni a figyeléssel. De igazából onnan eredt, hogy tudom, hogy nagyon trollkodok most ezen a meccsen. Legalábbis, ha odafigyelnék, akkor nagyon szét lehetne szedni ezt az Aatroxot. Hát próbálok odafigyelni, de alapból csak túl sok hibát csinálok jelenleg. Lehet rusty vagyok kicsit. Nem látom át annyira mozgásokat, mint ahogy kéne. Beleállok abba a white cards-ba. Ezek szerint több sebzése van ennek a TF-nek, mint ami első ránézésre látszik. Egy rendes TF-kénkbe is belehaltunk. Ezek amikor ultival jött, akkor azt túléltük. Ja nem jöttük túl. Túléltük volna, ha a Graves nincs mögöttem, de mögöttem volt. Ja, hát nehéz point and click CC-vel rendelkező hőst lefutni. Már elég nagy movement speedje volt egyébként ezzel a Ludenzzel. 15%-ot ad, ez jó sok. Van neki még Aether Wisp-je és kettes cipője. Van neki meg van TP-nk. Gyerünk srácok, harcoljuk meg. Ezt kaptuk rendesen, a sebzésem azt teljesen eltűnt. Oké, a csapat elkezdett tiltelni. Inkább is mutam. Nem szeretem ezeket a Nexus pingelgetéseket, egymás pingelgetését, igazából semmi értelme nincs a dolognak. Jó kevés sebzésem volt egyébként arra a Gravesre.
évekbe telt, mire valamennyi sebzést is kitoltam. Ugye elég sok armorja van a Gravesnek, amikor felsztekkeli. Azt hittem erősebbek vagyunk, de úgy tűnik csak a Hecarim volt kireagált a TP-re. Valamiért. Lehet ők is miúttal játszanak. De megvan a maga hátránya a miútnak, de... Hogyha zavaróak a pingek, akkor muszáj. Ki a sárkány, ez megvan. Következő midvérére jövök. Ez jó lesz. Hatalmas a trollkodik az ellenfél. Illegális contest. Jó, sokat nem kell csinálnom. Hát ja, ezen a meccsen nyilván nem én fogok kérdezni. Amennyire underfed lettem, két solo kill, talán a TF is campelt. Van valamink. Jövök én is. Láttam, hogy milyen losers cube van Ducky? Nem láttam. Mennyire? Mekkora losers cube van Ducky? TF pot, oké, okay. Ez jó. Na, igazából elég sok aranyom van, most lehet rikólolni. Nem kell rögtön meghalni. De egész jól visszajöttünk egyébként, level 13-as vagyok, az ellenfélnek a legrangosabb játékosai is level 13-asok. Csak jó lenne egy második itemet végre elérni. Az Aatrox az szintén a másokkal jobban, mint én. Nincs még neki meg a második itemje. Ahhoz képest, hogy ugye mennyire fednek kéne lenni a lény. Lénünk fázis alapján. Csak 6. No, hát a 6 az még nem annyira vészes. Nincs ilyen, hogy loser skill. Ez csak a fejben van. JK, nekem is volt már loser skill. Ez eléggé keményen mentálisan oda szokott ütni az embernek. Akkor tényleg úgy érzed már, hogy bármit csinálsz, veszteni fogsz. Na, nekem is volt már ilyen, nyilván. Szerintem mindenki, aki League of Legends-et játszik, ezt átéri egyszer. Az... Nem fogunk jól kijönni, de... De végül is nem halt meg senki, úgyhogy nem vészes a dolog. Ó, micsoda fal! Optimista. Optimista volt ez kontesztelni. Jól van. Egy TF kárba eltöntem. Pedig reménykedtem benne, hogy a dupla tenacity-m azért eleget ad, de ezek szerint teljesen mindegy, hogy van dupla tenacity-m vagy nincs. Rá se kellett volna menni ezen az alapon. Hogyha ennyire useless. 40%. Valami Magic Resistet kéne egyébként beszerválni. Black Cleaver után, ugye dupla AP-juk van. Eléggé one-shotolnak jelenleg. Level 15-ös Graves. Jó, probléma. Problémás.
Nem is olyan régen volt, hogy lemet 13-as volt az ellenfél összes kérje. Na hát az időszak az most elmúlt. Viszont nagyon overextend el neki. Jó, stunkárgyát rám használt, végül is meg fog halni gyorsan. És még flash-t is használt, jó. Na, most rögtön rá kell menni valami magic resistre. Valami elég kemény magic resistre, ami azt illeti. Abyss Summoners-ra gondolok. Anivia-nak a sebzését fel tudom vele tuningolni kicsit. Az nem rossz szerintem. Vagy van-e neki flash-je? Úgy tűnik mindegy. Ez a Hecarim ez iszonyatosan erős. Ez a build. Spear of Shojin utána Eclipse. Spear of Shojin Rush. Na, jönni fog majd a TF ulti. Valószínűleg. Jó lenne minél gyorsabban passzívnak lenni, de TF lement botra, a Hecarim pedig megölte a Senna-t. Egye fene, lehet agresszívan játszani. Ez 4v5 még egyébként, hiszen az halott. Abban nem lesz semmilyen pusolás. Brutális wave clear. Starax Gage kisegített neki. Ó, az jó lesz viszont, Stunner is viszik. Szép. Hát hogyan lehetnénk ezen a meccsen hasznosak? Lehet valami full split push build kéne inkább. Csak az a baj, TFL-en split push van, ez nem az igazi. A Graves is nagyon erős, de nem fog működni. Maradok a teamfight buildnél. Draven se élvezi ezt a meccset, az biztos. Draven-t játszani Seraphine kompok ellen, az elég nehéz. Hogyha nem vagy fed. Na, még odaérek, lehet buffhoz. Ja. Oda hát. Na, elkezdek split pusolni, aztán lesz, ami lesz. Hogyha van nasor ugye terítéken, és ennek ellenére is rám jönnek, akkor nagyon gyorsan el lehet vinni a nasort. De még nincs nosor terítéken, úgyhogy kicsit lassítani kell a split push-t.
Elindulunk. Mosor felé. Hát a Seraphine az eléggé fáj most. Nem kérdezi nekik a fájtokat. Nincs healing reductionünk, de van. Na, igazából mindegy. Szerintem is sárkányozzunk. Betépézek. Ah, az ellenfél nem nasolozik. Ez gáz. Elég gáz. Ja, ez a TF az elég fed. Letútos, letúsotol. Két kombóval. Lehet változik majd, ha van a Abyssal Maskom. Jó, van, ez a mai nap ez ilyen feedfestnek tűnik. Egyelőre. Majd a következő meccsre javítunk rajta. Na, nagyon outscale-eltek minket most. Igazából az egyetlen reményünk az az, hogy egy 5 emberes Megan árultink lesz, vagy valami hasonló. Mert sustain damage-el teljesen lesöpörnek fightokból minket. Ez a TF választás nekik ez nagyon erős volt egyébként. Ez a security a side lane-eket is. Igazából nincs split push lehetőségünk egy TF ellen. Az unflinchingen pedig iszonyatosan useless. Jobban jártam volna egy overgrowth-val, vagy valami hasonló. A tankosságot is ad. Ugye demolist azt sose lehet előre tudni. Mindenki meghalt. Ismétel. Ah, kijöttünk valahogy. Jól van, jól van. Kijöttünk, de nincs Megan árom. Megvan az Abyssal Mask. Most felsétálunk, akkor nem vagyok ott, oké? Okay. Jövök, jövök, srácok, jövök. De botot kéne tartani egyébként. Na és akkor el is jött a lehetőség ugye az 5 emberes meg a Gnar ultira. Bot lénen, csak a Hecarimunk nincs velünk. És közben meghalt a csapat, jól van. Akkor ez ennyi volt igazából. GG. Á, elég outscale-eltek minket, nem gondoltam volna. Azt hittem egy Hecarim Zillion kombóval simán ledaráljuk őket. De ezek szerint... nem. Hecarim Zillion nem elég. Raven is, meg én is eléggé gyengék voltunk a meccsem. Hát nagyon lehetett visszakapaszkodni. Az a baj, hogy sidelane-en mindig elkecseltek minket. Illetve a sidelane-re... Sidelane-en nem is kecseltek el, akkor ugye TF...
Tényleg fultival mindig ember előnyt tudtak kialakítani. Hol van? Elmegy. Van ilyen. Ilyen meccs is van sajnos néha. Pozitívum ebben, ennél csak jobb lehet. Ezért nem tettük magasra a mércét, ennél tényleg csak jobb lehet a következő meccs. Legalább nem haltunk bele a level 3-as gengbe. Ez egy pozitívum szintén. Amiben viszont belehaltunk, az a agresszív megmozdulás, amikor nem várnád. Az a baj, hogy nehéz ilyesmire appellálni. Tehát solo queue-ba tényleg nagyon nehéz arra appellálni, hogy az ellenfeled respektelni fogja a gank pressure-t. Tényleg nagyon rizikós volt az all-in-je. Tehát ez ilyesmit kompetitív meccsen senki se csinálna. Észbe kell tartani, itt solo queue-ról van szó. Ahol ez bármikor megtörténhet. Én is szoktam egyébként többször ilyen rizikósabb all-int bevállalni solo queue-ban. Ez a solo queue-nak a természete. Ezt csak észben kell tartani, hogy mentális nyomást nehéz ellenfélre rárakni solo queue-ban. A kompetitív meccseken meg ez elég érdekes módon. Nagyon sokat számít a mentális nyomás. Kompetitív meccsen akár rá is veheted az ellenfeledet, hogy 40 farmot eldobjon úgy, hogy a junglerednek nem is kell megmutatkoznia. Csak annyi, hogy fog a forban a jungler, és muszáj respektálni a nyomást, és nem sétálhat fel. Ilyesmit solo queue-ban nem nagyon lehet megcsinálni, úgyhogy ezeket a stratégiákat érdemesebb és minél gyorsabban elfelejteni solo queue-ra. Úgy éreztem egyébként, hogy az Atrox-nak kicsit több sebzése volt így, hogy a Magic Damage-ért csinálták a passzívját meg a W-jét. Kicsit erősebb volt a sebzése. Na jó. Jón mit. Akkor jöhet egy AP toppos ismételtem. Kibannolom a Seraphint. Elég erős. Kennen az jó lesz erre a meccsre. Maokai. Maokai top lane. Na, nem hiszem, hogy azt erőltetni fogjuk. Nem hangzik túl erősnek. Karthus benn van, rögtön pikkelik, oké, okay, jól van. Poppy. Á, nem muszáj egyébként AP-t hoznom, van Lilianc, nyugodtan hozhatok AD hüst. AP jungler az általában elég erős szokott lenni, hogyha egyedüli AP. Úgyhogy nem bánom, hogyha valami mást hozok, teljesen nyitott a top lane. Szerintem csak last pikkelek, megnézem, mi a kompozíciójuk, aztán arra rápikkelek valamit. Karthus botlane. Ja persze, hogy Karthus botlane. Nem is tudom, hogy miért gondoltam, hogy jungle. Általában botlane-re szoktak menni. Teemo az... Teemo top free LP. Ja, az ellenfélnek biztosan. Teemo top. Shen jó lenne ezek ellen. Annyira nem tetszik nekem a Shen. Nem commit el az ellenfél, neked meg nincsen commit hősöd. Se a Lilia, se a Yone nem nagyon akar belemenni az ellenfélbe így. Shen az annyira acélosnak nem tűnik, de semmi nem tűnik acélosnak, amit ugye Yasuo Windból lehet pokkolni. Igazából lehet, hogy csak maradok egy Kennennél, valami extra CC az nem árt. Vagy egy Jax. Jax Cassante.
Jax elég gót ide ezen a meccsen. Behozzuk. Irelia ellen leszek. Ah, nincs Conqueror Jackson. Malphite? A Malphite se lett volna rossz egyébként. Lehet rá kellett volna mennem a jó öreg Malphira. Okés. Lethal tempó, csata van toppom. Megszerezzük az early prioritást, bepusolunk 3 wave-et, szerintem ez lesz alapstratégia. Nem tudom, hogy E betűvel kezdődik-e. E betűvel kezd a Irelia. Könnyen lehet, hogy azzal fog kezdeni, hogy az early all-int elkerülje. Nem coveroltuk a jungle-t, ajajaj. Garen ellen jó a Poppy? Oh, Poppy az... actually, Poppy az nagyon OP lett volna ezen a meccsen. Irelia, Yasuo, Graves, Nautilus ellen. Na mindegy. Jó lesz a Jax is. Ugye elég sok auto-attack based karakterük van. Irelia, Graves és Yasuo is nagyon sokat auto-attackkal. Az E-be team az kifejezetten jó lesz majd. Valószínűleg egy Steel Caps-re is érdemes majd rámenni. Ami azt illeti még talán a játék korai fázisában is. És lecsekkolom, hogy kéken kezdte. Nem kéken kezd. Kirakok egy Wardot level 3 genkre. És akkor mehet a prioritás szerzés. Minion-t elvesztett. Oké, okay, érdekes. Oké. Okay. Én nem fogok kérdéseket feltenni, ha valaki nem akar lászítani, akkor nem muszáj persze. Furcsálom egy kicsit a dolgot, de... Early freelaning fázisnak mindig örülünk. Védelni kell majd a Graves-t. Rárások Plated Steel Caps-re. Ez egy érdekes build.
Szerintem működhet a dolog. Hát az Irelia-t gankelni az elég jó lenne most. Nem akarok akciózni most már, csak farmolni torony alatt. Úgy tűnik a Graves is olvasta a játékot. Jó, hogy rámentem Plated Steel Caps-re. Ez különben elég rosszul sült volna el. Oké. Okay. Stackelem ezt a következő wave-vel. És utána bepusoljuk mindkét. Ki volt a legfélelmetesebb toppos, aki ellen karrierre során játszottál? Nem tudom, hogy volt-e ilyen legfélelmetesebb. Hogyha arra kérdezel, hogy kik voltak a legjobb lanerek, akiket annak tartottam, szerintem a Alfarit és a Wundert mondanám. Még TP-je is volt, oké. Okay. Hagyja, hogy leszedjenek egy platinget. Az nekem elég jó egyébként, hogy ezt nem pusholja rögtön. Akármennyire is jónak hangzik számára, hogy most platinget vesztek. Az nekem nagyon jól jött ki, mert nem tudja rögtön pusholni a következő wave-et. Ha, Alimo Blurzor, milyen helyzet? Poppizni nem szoktál már, csacsi? Dehogy nem szoktam. Szép volt, jó, nem? Ez a szó, eléggé trollkodott. Vlaszó! Ez Zirelli elég gyengusan játszik, na mindegy. Igazából ott hibázott, ugye azt hitt, hogy az E betűjébe fog találni, és utána rámugrott. Na már most nem találva az E betűt és beugrasz egy Jax ellen, akkor GG. Tényleg csak pingelni kell a junglereket, srácok. Ezt nem is tudtam, hogy ennyire egyszerű top gankeket előidézni. Csak pingelni kell a junglerednek. Micsoda újdonság, micsoda felfedezés. Nem lesz gyenge a Jax így? Hát nem. És az én hősöm az ellenfél kompozíció ellen brutálisan erős. És tényleg Spear of Shojin-t buffolták igazából, rámegyek rögtön Spear of Shojin-ra második itemként. Jöhet Thunderer, Shojin, utána Black Cleaver, utána Zonya, teljes mértékben megölhetetlen leszek. Ez nagyon jó.
Az is egyébként nagyon jó a Jaxben. Ez nem egy full AD karakter, ugye nincs mage-ünk midem, úgyhogy elég jó, hogyha vannak olyan hűsök, akik extra AP sebzést ugye kitolnak. És a Jax az pont ezek közé tartozik. Te közeli volt, ha nincs Karthus ulti elviszem, ha nincs ott a Nautilus elviszem. Ennek tényleg mindennek így össze kellett jönni, hogy belehalljak. Kár. Mitter 100, nagyon szépen, köszönöm. Feliratkozást, üdvözlet. Zonya mehet is. Tényleg a Zonya, early Zonya az még jobb is ezen a meccsen. Szerintem Spear of Surge után rögtön rá is megyek majd. Ah, nem tépézek le. Oké. Okay. Irelia-nak nincs flash-je. FBI open top. Szerintem nagyon over-agresszívan játszhatok most. Van Spear of Shoji, nem? Ah, rá tudtam volna kattintani, ez jó lett volna, de nem tudtam. Na, még nem tépézek. Nem tépézek. Sokkal jobb nekem fenntartani a top nyomást most. Igazából az egész top nyomásomat elveszteném a TP-vel. Úgyhogy nem garantált a killek, tehát annyira jó setupunk nincs ott. Ha ideig chase-el az Irelia-t, még talán meg is lehet vele harcolni. Jó. Na, mennyire gyorsan vesz észre. Ha túl lassú, akkor megölöm. Nincs flash-je, ugye? Hát elég lassan vette észre. Karthus ulti fent van. Használjam a nullát? Ja, berakadtam volna a target champion only-t ugye ezzel. Ilyenkor elég hasznos. Jó ötlet. Kétszer 500 aranyos OG, oké. Most lehet, hogy... Na, most nincs TP-m. It's on.
Botorkot mennyire igényeli Jax? Egyáltalán nem. Ez elég rossz item rajta szerintem. Jó lesz, azt be tudjuk védeni. Nem tudtam elvinni a Graves-t. Valahogy mindig lebecsülöm, hogy a Graves-ek mennyire tankosak ugye az E betűjükkel. Simán csak meg kellett volna ölni a Nautilust. Sőt, igazából optimális esetben az E betűmmel ugye be se ugrok. Ezt meg tudom menteni a Yone-t. Tehát ez elég optimista volt a részemről. És meg kéne akadályozni. Ennyire erős lenne a Graves most megint. Érdekes. Ez a hős mindig valamikor nagyon erős, valamikor nem annyira. Igazából sok múlik azon is, hogy ki az, aki játsza. Mint minden hőssel, de az ilyen carry hősök, mint a Graves eléggé. Igényelik, hogy valaki mestere legyen. Miért gondoltam azt, hogy a jó ne TP-zik, nincs TP? Aj. Ez... hatalmas tunnel vision volt a részemre. Valamiért azt hittem, hogy az a TP az nem a miénk. Vagyis az, hogy ez a miénk a TP. Az meg lesz. By the looks of it. Szerintem fel kell adni ezt a heraldot viszont. Már még be is védik a midlane. Olyan, Yasuo kezd beindulni. Hú, ez olyan csúnya volt. Oké, de megyek én botra, megpróbálom. Szerencsét próbálok én is. My blade is at your service. Ready for battle. Milyen jól reagálnak mindig. Érdekes. Danika in the house. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Kettes torony meg lesz. Rámegyek szerintem. Nem megyünk rá. Biztosan kapom a genket egyébként. Mehetünk. What? Ott volt a lehetőség. Na, hozzuk a stoppacsot. Következő harcot megnyerjük sárkányért. Ja, a kövének Zonyát veszek. Nagyon erős a Zonya ezen a meccsen. Ugye full AP, full AD kompjuk van a kártyán kívül.
Oké, ezeket jól ledaráltuk. Szép volt nagyon. Azért mentem ennyire mélyre, mert mindig volt stopwatch-em, ugye? Tehát még hogyha Nautilus nem is tudjuk leburstelni, akkor is ott volt stopwatch. Lemegy az gyorsan szerintem. Nagyon sok sebzésünk van rá. De rossz ulti volt a részemről. Csak úgy ultiztam egyet itt. De ez nagyon rossz volt. Ó, vigyázat, vigyázat. Mindenki meg fog halni. Ne! Eldobtuk az összes tasarunkat. RIP. Pop, parap, parararararap. Oké, ez szélesen csúnya mechanikai misplay volt az összes játékosunk részéről, engem is beleértve. Most, hogy ezt magunk mögött tudhatjuk, ismét lehet szép nyugodtan, koncentráltan ezt a meccset megnyerni. Egy gyors sikolt még betolok. Hullbreaker? Hullbreaker? Nem hullbreakerezünk. Ez egy olyan meccs, ahol érdemesebb teamfightolni szerintem. Spear of Shogun's change-ek szerintem elég jó. Minden hősnek, ami Spear of Shogun-t használ, nagyon jó. Ha be lehet menni, itt vagyok, nem kell félni. Mitől félünk? Működik az. Működik, működik. Óvatosan irélének meg van a fullbőt. Ja, meg az 1-8-as power spike is. Azért nyerünk egyébként, mert a Yasuo az nem 0-10-es. Meg lenne neki is 0-10-es power spike, meg az irélének az 1-8-as, akkor szerintem elég nehéz lenne játszani. De... így. Így, hogy a Yasuo az 6-7-es, így semmi probléma nincs. Ja, mehet a dive.
Karthus még mindig toppon van TP nélkül. Feleti végül is. Jó, kijövök. Szerintem most... Ura. Uha, uha. Nem maradok. Most lehet gridelni egyébként. Milyen grafikai beállítások? Medium. Lehet még ki is lehetne játszani egyébként ezt az Irelia-t, de... Annyira nem vagyok oda az ötletért. Ezért kell bannolni. Ezért kell bannolni Karthus, srácok. Amikor a legkevésbé számít rá az ember, jön a Karthus ulti. G2 jó formában van. Szia Levente! Ja, hát a G2 az messze a legerősebb LEC csapat. Ezt szerintem eddig is lehetett tudni. Csak meg kell nézni a játékot a másik LEC csapatokhoz képest. Tehát mintha teljesen más szint lenne. Na, túl sok reményt nem is fektetnék egyébként a többi csapatba. Nemzetközi szintérem. Talán a Mad Lions, a BDS az szerintem az nem fog túl sokat alkotni. A Fnatic meg a BDS. Hát a BDS ugye kijut az amerikaiak ellen. A Fnatic az szerintem nem fog nagyot alkotni. Úgy éreztem a Fnatic. Nagyon sok meccset azért nyert, mert hatalmas draft gap volt. Ilyen hatalmas draft gap-eket nem fognak mindenki ellen kialakítani. Akkor ilyen poppy topokat kapsz 4 dash hős ellen, az insta win kb. Oké, Graves, oké. Oké, Graves. Elég merész volt. Ja, nem frogulunk. Elég fro történt már itt a Nexus előtt. Én is emlékszek egy pár. Úgyhogy inkább csak chillelünk. Sejuani, ez volt a neve, és játszott Lidiát. Azok egyet Rakannak, ő jól játszott. Karthus damage, oké. Ez
Top lane main volt egyébként az Irelia. Mi a top lane main? Rengar OTP. Aki Rengar toppozik folyamatosan. De cheesy. Cheesy Rengar OTP. Hidi Rakanra pikkelt Mickey X egy Lissandrát. Az szép. Lissandra. Support. Táncoló Herald volt, ejha. Az durva. Hát az hatalmas különbség, ha Lissandra supporttal sikerül egy táncoló heráldos szituációt kialakítani. Nem baj, a med egyébként általában erősödni szokott a következő meccsekre. Kicsit lassan szoktak indítani. Mondd meg őszintén, hogy a solo queue is skip. Azt azért nem mondanám. A solo queue az iskipnek nem mondanám. De kaotikusabb, mondjuk úgy. Solo queue az ugye nagyon kaotikus. BB Cassante double killet Sergio Jax ellen toppon. Vörös marhahús. Can't believe I miss your English. First English seems since 2 years yesterday. Age of Mythology 2. Vissza lehet nézni egyébként. Twitchen is szerintem. Mehet a Rengar top. Az OTP-nek kell lenni, hogy a Rengar top menjen, de alapból is nem tartom annyira stabilnak. Egy elég jó cheese pick, főleg solo queue-ra, de nem jól szkélel a hős. Régen sokat Rengar, rossz ideje visszaszokni rá. Elég más Rengar volt akkor azért. Játok a Santa az ennyire erős, ennyi nerf után is, igen. Tehát ott... Cassantét, az a baj, hogy Cassantének a kitje az ennyire erős, tehát azt lehet nerfelni akárhányszor szeretnék, de az mindig erős fog maradni, mert annyira brutális kitje van neki. Damage reduction, stun, knockback, reposition ugye az ultival. Dupla V reset, ami ismét damage reduction, dash, dupla dash, pajzsa dash-en, slow a Q betűn, ami egyébként egy másodperc cooldown-on van. Oké, okay. Hát mit lehet ezen nerfelni, igazából magát a kitjét kéne megváltoztatni. Darius eléggé alázza Cassantét. Hát, hogyha a Cassante nem magas szintű, akkor lehet. De kompetitív szinten ez nem így működik. Ha én Cassantét játszok Darius ellen, tudom, hogy tök mindegy, hogy mekkora hátrányba kerülök, 20-30 millió hátrány, teljesen mindegy, ez Darius, ez useless. Tehát 20 millió hátrányos Cassante az 10-szer annyit fog hozzátenni a játékhoz, mint a Darius. Darius nem tud teamfightolni, Dariusnak nincsen split push threat-je, Dariusnak nincsen TP-je. Igazából semmit nem tud csinálni, hogyha nem snowball, és nem tud snowballolni, hogyha a Cassante stabilan akar játszani. Mert ez a baj, hogy Cassantét nem lehet büntetni. Ha stabilan akarsz játszani, tehát Cassante az a legjobb neutralizer top lane-en. Bármi ellen lehet hozni Cassantét, senki se fog tudni téged úgy elverni, hogy ne tudja játszani. Tehát ez nem egy olyan matchup, mint például amikor Gnart játszol Irelia ellen, ahol iszonyatosan nehéz észrevenni, hogy mikor van olyan lehetősége az Irelia-nak, vagy valami hasonló, meg még az Irelia elmissza mindent és csak rádugrik, akkor is meg tud ölni. Tehát ilyesmik nem szoktak lenni Cassantéval. Sokkal több counterplay-e van minden matchupban.
Például Darius ellen úgy kell játszani, hogy Q betűdet nagyon okosan használod. E betűt tartogatod, amikor a Darius behúkol, akkor el tudsz vissza tudsz dashelni minionokhoz. És igazából csak nem harcolsz vele, de velettem autofillelve supportnak. Úgyhogy az nem túl jó, srácok, nem vagyok a legjobb support. Irelban. Jött egy Irelban. Darius most ennyire elős szóló Q-ban? Én nem láttam Darius-t már egy jó idő. Köszönöm, te support. Mi? Azt mondja, hogy ha Renekton játszok, akkor mehetek topra. Mi a baj a többi hőssel, amit felsoroltam? Meglátjuk. Majd meglátom, hogy mit klikkel az ellenfél. Hogyha most két dashőst hoznak, akkor jövök Poppival. Engem nem érdekel, hogy mit mond a support top lanerem, aki most. Szappolok egyet a jungle -ben. Ó. Ah, elvitték a Renekton. Ez az. Elvitték a Renekton. Na. Mi legyen ebből most? Poppy. Ó, legyen Poppy. Jax jó rá. Jax Renektorra jó? Azt nem mondanám, szerintem ez az egyik legnehezebb matchup a Jaxnak. Az igaz, hogy outscaled-ed. De hogy ilyen 40-50 millió hátrányba kerülsz és óriási olimpotenciája van rád, az is biztos egyébként. Ez tényleg egy nagyon nehéz matchup 1v1-ben. De hogyha kapsz jungle segítséget folyamatosan Jaxként és Renektonnak nem segít a jungle-re, hát akkor persze, ez így nem rossz, de erre nem lehet appellálni, ugye? Főleg solo queue-ban. Azt sem tudom, hogy milyen junglerem van. Ellenfélnek most van egy Nidalee. Nálam az úgy néz neki, hogy elküldene az édesanyukámba, majd Yasuo instapick 1-12-be vágja magát 5 perc alatt, és 10. percnél kilépne. Csoda ilyet látni, hol van. Ajajaj. Poppy mennyire jó ide? Kai'Sa-juk van. Én nekem csak ennyit kell mondanom, hogy Kai'Sa-ja van az ellenfélnek, tehát teljesen mindegy, mit pikkelek, ez nehéz meccs lesz. Kai'Sa az iszonyatosan broken. Nincs olyan hős, ami jó lenne ellene, tehát ennek nincs counterplay ennek a hősnek, hogyha valaki jól játszik vele. Elég problémás. Minden esetre talán az Zaya is erős ellenük. Blitzcrank az nagyon use lesz. Ez, ennél rosszabb pick az nincs is ezen a meccsen. Xin Zhao az elég rossz pick szintén. Nagyon, nagyon rossz team comptot raktunk össze, de szerencsére kidodzsolták. Újraindítom a Q-t. Pro playbe megy a Poppy. Nekem? Ja, menne. Csak permaband. Szerintem az legutóbbi 10-15 meccsen mindenki bannolta a Poppy-t ellenem. Rájátszásba Poppit és Rumble-t perma bannolta mindenki. Minden meccsen. Vagy elvitték rögtön. Poppy Rumble-t nem akarták odaadni. Pedig ti is láttátok, az Rumble az
Ez a 3 hetes Rumble az nagyot ütött az első meccsen. A 4 hetes Rumble nagyot ütött. Tehát tényleg félni kell. Zool ellen brutál target ban volt. Ja, eléggé brutál target ban voltak. Ennek ellenére is eléggé nagy struggle volt top lane-en Venurnak, de hát sajnos nem játszottunk elég jól mid game-ben. Első meccset hozni kellett volna, az elég nagyban rajtam múlott. Ugyanakkor nagyon nehéz játszani ilyen Kai'Sa plusz LeBlanc ellen. Kai'Sa plusz LeBlanc ellen. De nehéz gnározni. Az a baj, hogy Kai'Sa ellen nagyon vigyázni kell split push-sal, mert Kai'Sa bepusolja a midwave-et, és akkor elindul side lane-re, és ugye van az ultia. Ultiával pedig nagyon messziről follow-up-olni tud, és simán levánsatol egy nárt. Kai'Sa ellen nagyon nehéz játszani split pushert. Jax talán még a jobbak közé tartozik ellene, Camille is talán még a jobbak közé tartozik, de ez nem volt Camille meta. Fiora is még egész jó lehet a Kai'Sa ellen. De még ezek ellen is Kai'Sa a legjobb AD carry, mert a többi AD carry az nem tud sideline kollapszálni. Shen top annyira nem erős, nem alig látni. Ja, én se tartom annyira erősnek. Az a baj, hogy a Shen laning fázisa kicsit ingadozó. Tehát nem tudod beblind pickelni. Shen-nel counter pickelni valakit pedig az se az igazi, mert nem vagy annyira domináns. És mi az, amit igazából hozzáteszel a játékhoz. El tudom képzelni olyan team kompokban, hogy mondjuk Hecarim jungle-od van, meg Rakan supportod, és akkor valaki ugye be tud téged vinni, mondjuk egy Yasuo mid lane-ed. De akkor is, hogy Yasuo mid lane-ed van, akkor miért Shen-t hoznál, és miért nem Kennen például, aki ugyanúgy dive-ol a Yasuo-val a backline-ra, és akkor még AoE és CC sebzése is van, és az AP sebzést is hozza. Hát elég nehéz Shen-nek ilyen Shen spotot találni, mert tényleg a Shen az jobb, mint többi a más hősök. Mennél szívesen csapatba supportolni? Sok sikert hozzá. Nem tudom, hogy a csete a legjobb ötlet, hogy itt csapatot keresni. Nem tudsz odahatni a Riotnál, hogy csináljak olyan game módot, nem tudok odahatni, de azért elolvasom, amelyben a Revork előtti csempeket lehet csak hozni. Á, az érdekes lenne egyébként Revork elleni Revork előtti csempeket hozni. Régi Fiora, régi Irelia, régi Yorick. Érdekességek lehetnének. De nekem semmi ráhatásom nincs a Riotra. Teljhatalmú magyar úr oda megy a Riothoz és megmondja, hogy milyen game modot csináljanak. Jó is lenne mi. Á, Nidalee az egy jó ban egyébként. Se a csapatomban, se az ellenfél csapatában nem akarom. Ez egy olyan hős, amit mindenki igazából utál. Á, nem akar valaki first pickelni. Az újat nem érzed a régivel, meg voltál level 5, mert annyi volt a max annó. Közösségi médiák kihaltak, nem tudod hol keresél. Milyen szinten játszol? Az ugye az első kérdés. Ha magasabb szinten játszol, akkor szerintem szokott lenni lehetőség, sőleg, főleg magyar csapatokban is biztos, hogy van. Csak interneten kicsit rá kell keresgélni. De hogyha mondjuk ilyen Diamond alatti szinten, akkor nem tudom, én sem vagyok annyira otthonos ezekben. Gondolom ilyen Facebook csoportokba lehet ezzel kapcsolatban írni. Hogy nem LLC-t nézel? Nem érzem most az LLC nézését, majd visszanézem valamikor talán. Valószínűleg nem. Annyira most nem vagyok benne ebben a meccsek nézésében.
alapban nem is tartom az LEC-t annyira magas szintűnek, hogy most abból, amit ott látok, az akkor 100%-osan működik is. Oké, de egy akkora poppy spot, hogy ilyet még nem láttam. Mage. AP hős. Ah, actually Gwen se rossz. Ha Zed-et akar hozni, akkor hozhatok Gwent. Na? Na, mit hozol, mit hozol? Oké. Okay. Pont kértetek Gwen spotot. Tessék itt a Gwen spot. Nagyobb poppy spot volt, de Gwen spotnak is megteszi. Hát Demon is nem akarok hozni Cassante ellen, mert Cassante az... Említettem, hogy mennyire stabil a Cassante. Ez a matchup se annyira nyerő Gwennek level 9 előtt. Level 9. Tehát értitek, hogy mit mondok. Level 9-et el kell érni, hogy le tud verni a Cassantét. Úgyhogy... elég nehéz ez is. Maradok szerintem a Flash-nél. Mobilitás miatt. Ghost-tal játszom? Flash jó lesz. Legtöbb Gwent manapság Flash-sel szoktam látni. És szerintem is elég jó. Flash. Ghost is nagyon jó rajta. De Flash talán több stabilitást ad. De akkor teamfightokra talán. És mondjuk a Ghost-ot buffolták. Ugye 15 másodperc felvitték, de nem reset-el. De szerintem például Gwennek ez a buff tud lenni. Lehet jobban jártam volna vele. Nem is tudom. Indítsuk egy prediktet, azt mondom. Predikt. Gwennel TP Ignite-ot nyomok. Ja, az elég agresszív. A híres 50%-os Gwen. A híres 12%-os Gwen. Emlékszem, amikor még Gwent gyakoroltam eleinte, a visszatérés után. És elég rossz voltam a hőssel, szerintem ilyen 8 vereségem volt is egy győzelmem, vagy valami hasonló. Aztán szép lassan feltornáztuk azt ilyen 40%-ra. Milyen régióban játszok? EU-West. Ja, hát a TP Ignite az egyébként... Na tessék, ott a Cassante, ő TP Ignite-ozik. Ezt lehet nem látjátok a kamerától. Ja, nem látjátok. Minden esetre ő TP Ignite-tal játszik. De a TP Ignite-tal, még ha 1v1-re jó is, nagyon kiszolgáltatott magad a genkeknek. És nem is scale el jól. Tehát az Ignite helyett sokkal szívesebben szeretnél egy Flash-t vagy egy Ghost-ot teamfight-okra. És szerintem ezt kell megérteni a Gwen Cassante matchupban, hogy ez egy scaling matchup. Tehát ez nem egy olyan matchup, ahol te földbe akarod döngölni a Cassantét, mert ezt ugye említettem, ez lehetetlen. Tehát Cassante, hogyha valaki jól játszik vele, azt nem tud földbe döngölni. Mert annyira stabil a hős. Tehát itt arra kell rámenni, hogy szépen felszkélelsz. 20 farm előnyöd van, az már tökéletes, mert a te hősöd az erősebben szkélel Cassanténél. Gwen az egy brutálisan erős teamfighter. Még belepikkeltem Gwent Braum-ba. Nem feltétlenül a legjobb. Ötven meccsből 75%-os winrate-ed van Gwennel, ez elég jó. Elbetűvel kezdtem. Hát... Oké, Jarku! Mit pingelgetünk már? Rögtön... a meccs elején. Elbetűvel kezdtem, ami nem túl optimális, de szerintem azért... Azért nem tud annyira könnyen legyőzni engem egy v1-ben, így se.
Fasz, túléli. Life would be easy. That is its charm, to be sure. HP preserve. Hogyha még egyszer genkel, akkor eljük sok időt pazarolt. Még bele is halok. Miért map splitelünk egyébként? Miért nem jön a Viego ide vissza a jungle-jébe? Nem értem. Ó, tényleg önök ignite-ja van. El is felejtettem. Hát most majdnem belehaltam, mert elfelejtettem, hogy ignite-ja van. Valószínűleg próbálnak dive-olni, úgyhogy csak visszatépézek. Ugye map spitel a jungle-en valamiért. Ezt is észben kell tartani. Kicsit furcsa meccs. Itt az Iceborne Gauntlet jobb lenne? Ja, Iceborne az jó rajta ezen a meccsen. Én is azt csinálnám. Valami Magic Resistet venni azért érdemes neki. De az Iceborne alapból elég erős rajta ezen a meccsen. Jó gank volt. Nem volt jó gank, csak XP-t lopott. Tényleg nem kell gankelni a Cassantét, ez most tényleg egy olyan meccs, ahol nem is szeretném, hogy gankeljenek nekem. Cassanta overtrade-elt egyébként. Te említettem, hogy ha Cassanta normálisan játszik, akkor nehéz genkelni, de ő nem játszik most normálisan. Ez nagyon overagresszív volt. Ezért kell így mindig a második bokorba menni, mert itt mindig interruptolnak. Ha ott interruptol, akkor az elég rossz tud lenni. Csak az AP, srácok. Főleg a HP-ra megy rá. MR cipő. Az a baj, hogy nem szeretne MR cipőt ellenünk. Mindenképpen Tabit szeretne. De azt mondanám, hogy... Abyssal Mask, és utána Iceborne, én így építeném. Abyssal Mask az nagyon erős rajta, mert két AP hős is van a csapatában. Elmiszteltem a harmadik ultimatrip.
megölhettem volna, hogyha betalálom. Misplay, misplay. Not worth. Á, egyébként nem volt jó az Zoli, nem level 6-os Cassandra, elég rizikus. Pont átlépte level 6-t, amikor Zoli neveltem. Beacon. Meg az Ignite, tehát folyamatosan elfelejtem, hogy Ignite-tal játszik. Ez biztos, hogy változtat valamit a matchupban. Óvatosabbnak kell lenni Zolinekkel. Könnyebben genkelhető, erősebb egy V1-ben. Erre kell figyelni. Mindegy, most elhasználta az ultiját, meg az ignite-ját is, úgyhogy most szabad kezet kapok a következő másfél percben. Level 4-es jar van, oké. Okay. Ez sok vizet nem fog itt kavarni. Level 4-es jar van. Jarvis, level 4. Erre van a Jarvis. Ott van minden. Ez Cassandra, ez elég furcsa buildet csinál. Ez elég rosszul fog scale-elni. Elég agresszív volt a részére. De most nem volt ultia még talán. Hát lehet, hogy volt ultia, de nem adtam neki lehetőséget, hogy a falon átdobjon, ugye? De megvan a flashnek az előnye, szintén. Ah, ebből lesz plating. Ja, lesz. Hozunk Put a Flucidity. Jaj, jó lesz ez. Ups, let's click. Szerintem meg is várom, amíg lesz Leeching Lair is. Na, most így erősek vagyunk. Cooldown Reduction az nagyon sokat számít szintén. Q betűt lehet spammelni rendesen. És azért mondtam ugye a level 9-et, mert ti is látjátok, level 9-en 2,9-re lemegy a Q cooldownom, az iszonyatosan alacsony. Tehát 2 Q betűt is el tudsz nyomni, miközben a Cassandra-nek csak az E betűje feljönne. Közeli volt. Véres harcok vannak itt toppan, srácok. Ez nem az a Cassandra, aki stabilan akar játszani. Ez vérre megy. Elég riszki volt? De hát elég riszki volt. Solo queue-ba vagyunk, srácok. Itt riszkin kell játszani. Na, veszünk egy ilyet. My blade is at your service. Köszönöm szépen a subgiftet. CC boostingom. Zuzo profi gameplay, Black Frog, Zafiesta és Nono 1. Üdvözlet. Nem gondoltad volna, hogy ennyi killben gazdag lesz a top lane? Hát én se gondoltam volna, mert alapból ez a matchup, ez tényleg egy farm matchup.
My blade is at your service. Fejlődtek a reflexeim a tegnapi stream után. Lehetséges. My blade is at your service. Age of Mythology-nak. Jó szeretné Age of Mythology-t is játszani, akkor elég gyorsnak kell lenni. Curve Bow, 15 magic damage, non-hit. Szia Csacsi, jó játékot, sok sikert a rank game-nekhez, köszönöm szépen. Van TP-je? Szerintem nincs TP-je. Lehet, hogy van neki igazából. Most nem tudom hirtelen. Na mindjárt kiderül. Van neki, jó. Na, kicsit püföljük még a tornit. Oh. Oké. Okay. Trundle interrupt. Kijövök innen. Most felesleges rizikózni azt, hogy megöljön egyébként. Ugye a Riftmaker-em megvan a bázisban. Beleütött a toronyba! What the fuck? Az meghalt. Az nem tudom mit akar csinálni. Ez elég furcsa volt. Ez egyértelmű volt, hogyha beleüt a toronyba, akkor meg fog halni. De oké. Okay. Elég suicidal köszönt a toppon itt az ellenfélnél. Na ezután nekem is kötelező lesz egy köszönt a toppot játszani. Mert ennek nem így kéne lennie. Na jön a Jarvis. Na egy V2-zni, nem biztos, hogy le tudom őket. Végül is kiszedtük az Ignite-ot. Ha itt volt még a csárva, ide fesselt ki, aztán visszajött és rám tudott ukrani. Érdekes. Az a baj, hogy elmisszeltem az első ultimat, ha az betalált volna, akkor valószínűleg elviszem a Jarvant anélkül, hogy bármit is tudna csinálni. Kis misplay volt a részemre. Á, alapból ez az egész harcolgatás itt igazából túlzásba vittem. Legyünk őszinték, hogyha az ellenfél öt emberre rá tud kollapszálni, akkor ott valamit rosszul csináltál. Itt harcoltam, aztán ide is jöttem, próbáltam egy cheese plate. Az ilyesmit azért elég fölösleges solo queue-ban. Bármilyen szinten, kompetitív szinten solo queue-ban ez fölösleges ilyesmit csinálni. Ez is elég erőforró egyébként, mint a Trundle supportunkat művel itt. Ezt el tudjuk vinni? Ja, lesz ultim 10 másodperc. Ezt
a Viego el, biztos innen. Hát... ez nem volt sima. Nem is próbáltam neki segíteni, mert biztos voltam benne, hogy elvisz. De oké. Okay. Trundle support interesting pick. Á, elég jól tolja. Be kell vallani. Talán nekem is azt kéne játszanom, legközelebb supportolnom kell. El kéne vinni ezt a tornyot. Nem akár senki állni. Te beszarján játszott ez a Viego, te atya úristen. Próbál KDA-ra játszani, vagy jól? Nem tudom, miért nem próbált rámenni a toronyra. De érdekes volt. Én meg azt hittem el tudom vinni a tornyot két ütésből, de három ütés kellett hozzá. RIP. Bard supportot mikor láthattok? Nem tudom, láttatok már ma szerintem. Nem tőlem, de csapatomban volt Bard support. Na, be kell csatlakoznom nekem is TP-vel. Nem, nem kell. Á, nem TP-zek, inkább pusolok. Az a baj, ezek a killek, ezek ilyen nagyon empty killek, hogyha most a TP-vel el is viszem. Semmilyen nyomást nem helyezünk rájuk. Az viszont most már jó lesz. Na, valakinek van valami? Torony lemegy gyorsan? Szerintem lemegy. Hibet nem viszünk. Raptorok fent vannak. Ezt még gyorsan bezsebeljük. Szájjá bezsebeli, mindegy. Kurában menne a solo queue challenger szerinted? Biztos menne szerintem. Ment az régen is. Sőt, egy hét alatt megvolt. Nem tudom, hogy mikor lesz nekem lehetőségem Kurába kimenni. Szerintem nem mostanság. Már leszoktak a csapatok a kórai bootcampről. Igazából szerintem se annyira érdemes. Csak azért, hogy solo queue-t játsszák Kóreában. Igazából a kórai szólós queue sem már az igazi, ahogy hallottam. Mert na sor. Na én is átugrok szerintem. Elég sok sebzésem van erre a na sorra. De a végünk az úgy csinál.
Pusolni kéne tovább. Kai'Sa split pushol, úgyhogy nekünk is kéne pusolni. Még egy győzelem. Ajajaj, ez az. Meg itt honoráljunk. Zaya elég jól játszott. Igazából az egész csapat jól játszott. Az eredetén nem is láttam a pályán, de 15-3-mal végzett. Oké, lehet azt kellett volna honorálni akkor. Ez eléggé kerizett ezek szerint. De én nem vettem észre semmit ebből a kérdéséből. Mi az állás eddig? Megnézzük. 3-1, 3 győzelem, 1 vereség. Ez egész jó. 2-11. Ja, 2-11-es Knár. Ajajajaj. Ott is nagy vihar van? Nem, nincsen. Nincs nagy vihar. Eléggé eltérnek az időjárási viszonyok manapság Németország és Magyarország között. Mehet a Cassante? Mehet bizony. Meg lesz 1000 LP ebben a szezonban? Persze, meg lesz simán. Á, nagyon örülök neki, Medvetics. Hogyha sikerült segíteni. Pontokat szétosztod szívesen. Igazából nekem teljesen mindegy. Dakival, ha ellened lesz, vert szét. Mi a baj Dakival? Mi történik, srácok? Nagyon sokat dakisztok a cseten. Mi van vele? Ti valami drámát emlegettetek, de nem írtátok le pontosan, hogy mi volt. Hogy érzem magam a jelenlegi csapatomban? Elég jól. Az egyik legjobb atmoszféra volt, ahol voltam az utóbbi időben. Hátba szúrós Daki. Jól van. Az AP vagy AD Kai'Sa build most a jobb? AP. Az AP az nagyon erős. Szerintem ma még nem nyert. Ja, hogy szeretnétek, hogy ne nyerjen, szegény. Mi is a neve? Nem áll fel. Az volt a neve, ha jól emlékszem. Játszottunk egy meccsen együtt. Pop is meccsen játszottuk ezen együtt. Na, most pont nem tudom megnézni. Megnéztem volna profilját. Venustus, szép napot neked is, Halihó! Szerinted most sokat számít a meta pick vagy counter pick? Vagy lehet jól játszani bármilyen champel? Mert jelenleg úgy érzem, hogy csak az OP hőssel tudok érvényesülni a kata OTP-zését, meg abba hagyom. Ha úgy érzed, akkor valószínűleg az a legjobb döntés. Szerintem, hogyha solo queue-ról beszélünk, ott lehet bármit játszani. De alapból a kompetitív szinten ott ja, muszáj az OP hőst hozni, a counter pick pedig mindig sokat számít, igen. Aki counter pick-kel, annak általában nyomást kell hoznia, vagy legalább olyan picket hoznia, ami az ellenfél team compját countereli. Tehát vagy az egyedi hőst countereled, vagy a team compot countereled, de valamit counterelned kell counter pick-kel. Ezért is ugye counter pick a neve. Tryhardoljak az aramban? Miért? Mikor játszottam én aramot? Test streamen? Jó, hát ez egy test stream aram volt. De nem tudom. Miért tryhardoljak az aramon? Pont ez a lényege szerintem az aramnak, hogy kicsit kikapcsolódás legyen. Crit poppira gondolok. Crit poppi aramon. Ja, hogy a crit popira gondolsz. Á, értem, oké. Ez jól hangzik végül is.
Hogy arénára gondolsz itt egyébként? Taki, addig játszik szóló duót, míg nem fogsz háromkodni, csacsi. Oké. EU-ezt a 400-500 LP már HL-nak számít. Attól függ, hogy ez szemszögtől függ szerintem, hogyha ha engem kérdezni, hogy valaki HL-os, hogy 400-500 LP-s, meg hogy jó esélye van-e arra, hogy csapatokhoz bekerüljön, akkor azt mondanám, hogy nem. De hogyha mondjuk egy emeráldos vagy diamondost kérdezel, akkor azt mondanák, hogy igen, tehát ez perspektíva kérdése szerintem. Na ott a Darius, oké, játszunk egy Cassante-t. Bam. Demonstrálhatom, hogy hogyan... hogyan veri el a Darius a Cassante-t. Jó, megpróbálom. Megpróbálom neutralizálni a Darius, srácok. Megpróbáljuk. Nem, mert a Darius akkor jár neked a pont, jár bizony. Oké, okay, akkor ezt most nagyon meg kell tryhardolni. Mély levegő! Darius Cassante, oké. Okay. Sok sikert, köszi szépen. Mehet a prediction. Még jó, hogy mondtad, hogy le kell zárni az előző prediction-t. És akkor indítunk is egy újat. Hát prediction-eket valahogy mindig elfelejtem. Ghost Renekton mid lane? What the fuck? Ghost Renekton, miért nem Ignite akkor? Ghostnak az értelmét azt nem látom, de legyen hát Sunglasses Davi. Te... Oké. Maradni kellett volna mögöttem, srácok, nem volt jó. Ez Darius, ez mit csinál? Ezt nem nagyon értem meg neki az interrupt, vagy igaz? Amikor Recalled ezt benyomta. Jól van. Elíselek az Alice-nek. Darius úgyis késni fog a lane-ra, én meg prioritást nem akarok szerezni, mert... ez annyira nem tetszene nekem. Okay. Jó kezdés Darius-szal, normális. A legtöbb Darius azzal szokott kezdeni. Nagyon overpusholja a wave-et egyébként. Ez a baj a Cassante, hogy annyira stabil. De tudok range-ből farmolni. Ez... nehéz büntetni, amikor range-ből farmol valaki. Á, látom, hogy mit szeretne csinálni egyébként. Ezt én Rumble-lel szoktam csinálni, amit ő csinál. Ez a dupla wave pusholás, és utána wave bounce-on próbálni büntetni.
Upsi, upsi. Ez nem volt a legjobb trade. Ah, nem ugrottam ki a Q betűjét, ezt eléggé megsínylettem. Lassú vagyok. Ah, nem tudtam le plevézni. Mindegy, nincs manája, nincs TP-je. Zával, ha most túlélem ezt a szituációt, akkor vége a lénynek számára. Lehet rikolónom kéne csak. Na, nincs elég manája, hogy túl sok vizet kavarjon szerintem. Na, ez tökéletes, vissza tudok TP-zni, befagyasztom a wave-et. Óriási erőnyt lehet ebből most kovácsolni. Meg TP-zni se kellett volna. Á, hiba volt a TP, de nem pushol. Akkor kellett volna csak TP-zni a pushol. Most igazából itt vagyok elég korán, de fölösleges. Úgy se akarok pusholni. Fogyasztani akarom a minion wave-et. Ez az előnye annak, aki TP-t játszik, nem TP ellen. Itt ilyen laning fázis szituáció kialakul. Ami számodra nagyon erőnyös. Oké, Beast Renekton-unk van midem, ezek szerint. Na, végre sikerült. Egyébként reflexből kéne. Á, mondjuk annyira nem könnyű egyébként, de... simán megoldható végül is. Bam, bam, bam. Jó, az kicsit túlzás lenne ezt befagyasztani. Hol vagy, Darius? Recalloltál, vagy mi van? Úgy tűnik recallolt. Megvárt, megvárta. Lentet. Érdekes. Karent elveszítjük, nem baj, XP az bejön. Talon megy a red buffunkra, az a baj, nincsenek túljaim. Szerintem nem jön tudok sokat csinálni el. Ja, az Alice se jön egyébként. Na, benézett mitre. Okay. Oh, close. Empowered Q betűt el tudott volna nyomni. Jól van, Dariusnak sikerült megölnie, de továbbra is fenn vagyok minionokban. Az mondjuk elég jó.
Na, rajta vannak, jövök én is. Hol van? Elgosztott. Nagyon rossz volt a részemre, nem kellett volna leutiznom, igazából vert pozícióban volt. Ah, úgy éreztem, hogy be kell pusholnom a wave-et nagyon. Hagytam a pingelésnek a nyomására. Rossz döntésbe vezetni magamat. A kis nyomom egyébként, nem jó. Ennyire hallgat a pingekre. Eléggé megvan a maga hátránya. Nem megyek botra. Oké. Nekem tartanom kell a botot. Nincs ultim, úgyhogy ilyen túl sokat nem tudok itt csinálni. Hasagi ellen. Fajasztom ezt továbbra is, megpróbálom lane-en tartani. Nem baj, ha nem kapok lokál goldot. Kis korai volt tuplavi. Nem baj, ha az a Herald nem crashelődik egyébként. Ez jó lesz. Kiflashert legalább. Jayt is ragadt a lane-en. Trinity Force-osi a szó lesz. Ez el is tud időt szedni neki. Tudom, mi akart lenni. Igazából az Alice-nek levegőben kellett volna maradni a max időtartamig, aztán a Nikónak úgy bemenni, hogy három emberes ultia legyen. És akkor simán tudtam volna én is follow-up-olni és megölni valakit. Rengeteg misplay volt, aztán az Ashe is bement. Hája. Ja, ez elég gáz volt.
az egész szituáció. Elég sok miniont vesztünk. Nagyon rosszak a wave-ek. Ez Yasuo-nak nagyon sok aranya van egyébként, és nincs flash-je. Ez a shutdown megérte volna a greediséget. De nem sikerült elvinni. Az not bad, ezt meg is lehetne ölni. Nem tudtam volna levánsatolni az Elise. Nekem eléggé gyanús volt, hogy le lehetett volna levánsatolni. Oké, ott fett. Azt nem tudjuk megtartani. Na, igazából hadom, hogy lesz egy. Display volt a duplavét korán elhasználni. Eléggé outplayelnek minket ezen a meccsen. Az a baj minden szituációban. Jövök én majd mögéjük. Mert Nico support kapja az összes shutdown-t. Ennek nem lesz jó vége. Annyira nem is állunk rosszul, de annyira outplayelnek mindenhol minket. Végse jó az állás. De szerintem jobban scale-elünk, mint ők. Már nem tudom, hogy Yasuo az elég fed. Yasuo nagyon counter-eli a kompunkat. Talán a Renekton tud valamit csinálni ellene. Felsétálunk topra. Mother would love this day. Her only son fighting to the death. Na, feladta a csapatlól. Oké. Okay. Kár. Annyira nem volt rossz az állás, hogy fel kelljen adni. Na jó. Nem honorálunk senkit. Az enemy nyert. Na, van még egy utolsó meccset. Benyomunk a végére. Úgy látom, hogy nem refogadtál Freddy-ben valószínű. Bruiser build-el nem működnek a Santa. Én próbáltam, szerintem a tank build sokkal jobb neki. Működik egyébként Bruiser builder is, de nem annyira optimális.
Ennyi ponton még sosem volt. Ja, hát itt sokat lehetett nyerni, az biztos. Abban én is biztos vagyok. Update-elni kell kicsit az edzésnaplót. Göcsek sziréliás mesnél leragadtam. Hát ez jaszós, kártuszos volt, ja. Az igazából nem volt rossz, csak annyi, hogy kicsit figyelni kell jobban a supportnak a mozgását, meg úgy alapból a map movementeket. De alapból elég greedy-n játszok ma. Elég sok halálom abból érkezik. Greedy halálok. Mindenfele. Jól van. Következő meccs az egy Nára vagy Cassandra lesz. Az biztos. Lenne itt is egy 1v1-re való, de két hónapja nem nyúltam alulhoz, tartana 10 másodpercig. Á, nem hiszem. Lebecsülitek magatokat, srácok. Az 1v1 egyébként úgy zajlik, hogy ti választhattok matchupot. Pályát is igazából kiválaszthatjátok, hogy... normális summoner rift, vagy aram, vagy mi legyen. Nem requestelt senki 1v1-et, jól van. Maradok a Karthus bannál, amit kibannoltak már, oké. Evelyn. Ha Karthus bannol van, akkor legyen Evelyn. Nehogy egy Evelyn OTP-vel hirtelen találkozzak. Tovább tartana a játék betöltés, itt maga az 1v1. Egyébként itt most úgy jó csak voltak a betöltő képernyők is. Ilyen egy másodperccel ben vagyunk. Better to fight than to live in fear. Régen, amikor 5 perces loading screenek voltak, ja. Azok is idők voltak. Cassandra egyébként egész jó most ezek ellen. S plusz Y. Egy AOM 1v1-et bevállalnék? Milyen szinten játszol a Age of Mythology-t? Maradunk Unflinchingnél, igazából az Exceed Tenacity meg Slow Resistance, ez jelen elég jó lesz. Hát maradok szerintem az Unflinchingnél. Még ha az Overgrowth Keren ellen eléggé kedvező is lenne. Vargas eSport, halihó! Szeretlek, csacsi. Köszönöm szépen, én is szeretlek titeket. Kettő-kettő lesz a végén, vagy most nem lesz, ezzel zárjuk ma. Sörcsapot is szeretjük, igen. Annál jobb nincs is. Te voltál profi AOM-ben? Az attól függ, mit jelent, hogy profi. Ez olyan profi széna nem nagyon volt Age of Mythology-ban, de volt egy olyan időszak, amikor a legjobbak között voltam, igen. Volt egy nagyon domináns időszakom is.
ami miatt az Age of Mythology játékosok rendre kérték, hogy jöjjek vissza. De vagy 10 éve nem játszottam a játékot, és most hozzányúltam, ugye augusztus környékén is játszottam párat. Aztán ugye tegnap streameltem is. Elég rusty vagyok, meg nagyon sokat változott a játék, mert ilyen community patch-eket csináltak. Rengeteg community patch volt, tehát teljesen mássá vált a játék, mint amire én még emlékeztem. Ugye miatt a game knowledge-em az körülbelül hát azt nem mondanám, hogy a nullával egyenlő, de hatalmas hátrányból indul a game knowledge-em. A jelenlegi top játékosokhoz képest, akik ugye a patch-eket is ismerik, meg folyamatosan aktívan játszanak. Game knowledge pedig a legfontosabb a játékokban, mind League of Legends-ben, mind Age of Mythology-ban. De bármilyen játékban, amit kompetitíven kell játszani, game knowledge nagyon fontos. A reakció időd is felgyorsul azzal, hogyha van játéktudásod. Tudod, hogy mire, hogyan kell reagálni, akkor sokkal gyorsabban tudsz rá reagálni. Oké, most nem leashelünk. Ha kapok prioritást, akkor kapok prioritást. Akkor elmegyek. Geren az kicsit más tészta. Amúgy is. Ja, Predictet elfelejtettem indítani erre. Kösz szépen, hogyha indítotok. Venustas. By jungle. Két szám az egyért megéri. Nekem azzal nincs probléma. Szerintem ez egy Sunfire első meccs lesz. Extra wave kill Karen ellen fontos. Nézzük fast push-ra. Ha slow push-ra, akkor visszasétálok a lane-be. Ugye ez egy hiba volt az előző meccsen, nagyon autopilot voltam. Ezen a meccsen kicsit jobban oda akarok figyelni most. Ilyenkor, hogyha a TP-t meg tudod tartalékolni, akkor az automatikusan garantálja a stabil laning fázist. TP nélküli ellenfelek ellen. Na, Ryan akarja majd azt a cannont valószínűleg. Tud genkelni. Vajnak nincsen genk frettje rám.
Na, most viszont el lehet majd használni a TP-t. És stabilizált a cleaning fázist. Jó kis előnyem van. Bami Cinder. Ja, megveszem Bami Cindert. Mégül is miért is ne. És most jött vissza a TP. Ja, gondoltam, fast push-sal is tökéletes. Valószínűleg nem lesz meg a level 6 előnyem. Ezt át kell, hogy lépje a level 6-ot ezután. Gyanítom. Nem lépte át, oké. Okay. Akkor elég nagy XP előnyöm van. Valószínűleg átlépje már egyébként bármikor. Megnézem, hogy addig lesz a mezónázni. Ja, úgy tűnik, hogy tudom zónázni. Még próbálom delay-elni a level 6-ot. Mennyire csak lehet. Még ha vesztettem is pár miniont, igazából nem vészes. Rá tudok majd menni a plantre. River plant. Spawnolt valahol, ezt elvisszük. Előző meccsen az is probléma volt, hogy neki volt hozzáférése. Megpróbálom megtalálni ezt a vajt. Oké, nincs. Nagyon disrespectful ez a gerem. Viszont ez nem a legjobb. Nem baj. Miss Execution-ök után jön majd a jó execution. Ezt simán meg lehetett volna ölni. Q betűmmel próbáltam prediktelni a flash-ét. Nem is tudom miért próbáltam flash prediktelni. Igazából tényleg nem volt. Nem volt nagyon szüksége neki, hogy elflash-eljen még. Mert meg kellett volna ölni, már elég out of position volt. Dupla vém is. Dupla vémet is lehetett volna úgy használni, hogy a silence-ével együtt, ugye? Ez meg lesz. Szemfüles volt a Rek'Sai. Na, maradok. Ez jó sok plating. Magyarul kettő. Meg is van a Sunfire, ha akarom. Valószínűleg nem akarom a Sunfire-t, inkább egy Plated Steel Caps-re megyek rá. Meg egy Shinra. Lehet megváltoztatom a buildemet, megtartom a Bami Cindert és rusholok az Iceborne-ra. Kicsit későbbi Iceborne Spike, de alapból a Wave Clear-en meg hasonlóak jók lesznek. Az lenne a baj, hogy a Sunfire-re rárassoltam volna, nagyon kicsi lenne a mobilitásom. Több minion-t buktam volna. Meg alapból az all-in potenciálom kevés lenne, mert lassú vagyok. Ez így jó lesz. Csak arra kell figyelni majd, hogy hol van a Vi. Ilyen non-committal trade-eket lehet csinálni, csak nem szabad all-in-elni.
Arra kell vigyázni, hogy most ne urináljam, mert ugye nem tudom, hol van a váj. Oké, okay, ott van boton. Még egy wave-et elviszek gyorsan, aztán mehet a Rico. Ah, mondjuk, hogyha ő is marad, akkor miért is nem. Bármit. Mégis is lehet, hogy nézhettem volna egy TP után. Na, facecheckeljetek nyugodtan. Na, most már megyek vissza. Van TP-m, de most már nem akarom nagyon használni. Roy Demon. Geren is lefutott, oké. Sétáljunk rájuk. No god, king of death could conquer them, and none will conquer me. Felküldik a Zoe topra, vagy mi folyik? Geren miden van? Ascended warlords must. They are not so innocent. Nem tudok tépézni. Aha, Zoe érkezik topra. Ezt kifüstöljük gyorsan. Én fogok kollapszálni rá inkább. Jó lenne, még tudnék top platingeket vinni. Those who don't respect me will learn today. Your team has destroyed the turret. Turret plate will fall soon. Az utolsó esély, platinget mindig. Plating nem lett belőle, de dupla summoner lett. Eshero érkezett. Még egy wave belefér. Ja, szerintem belefér. Főleg így, hogy látjuk a bajt. Megvan az Iceborne. Lehet TP-zni mögéjük. Csak nincsenek minionok.
Holly, ki se? Szállamos túl őt. Akkor a sebzés van ennek az esnek, te atya úristen. Ötvén ígyben nagyon ledaráltak minket, ajajajaj. Ez túl mély volt, nem volt ultim. Az volt a baj. Nehezebb rájuk menni, mint gondoltam. Kell a flank mindenképpen, Rek'Sai-nak flankelni kell. Az jó viszont. Ez meg is lesz szerintem. Hát tudom. Back, back, back. Nekem lesz jó vége, srácok, nem bekkenek. Sárkányra kéne majd lejönni. Pusolok még egy wave-et, aztán lehet a sárkány. Majdnem. Majdnem. De végül is egy sárkányt így ingyen megkapunk. Jó az így is. Szépen eljátszottunk a vájjal. Van itt damage azért. Ismerem a gamer girl-t? Nem ismerem. Az meghalt. Na nem mindenkinek van annyi counterplay-e egy vája a szemem, mint nekem. Azt a gólemeket viheti. Van három sárkányunk, ami elég jó win condition. Ez azt jelenti, hogy a következő sárkányért harcolni fog az ellenfél valószínűleg. Akarok nyitni botlane-re. Vagy miden keresztül legalább. Nem tudom mennyi vizsonyjuk van, mint ha lenne vizsonyjuk a lane-en, úgy játszanak, mint akik mindig mindent tudnak.
Rek'Sai-on volt vizsgáljuk. Lehet, hogy nem olyan meccs, ahol 4-5 botot kéne. Ó, nagyon szép. Ó, nagyon szép Roy Demon. Túlélők a Sante. Jorik elemi a counterplay, hogy lehet bedarálni könnyen? Könnyen szerintem nem lehet bedarálni. Max a Irelia-t játszó. Szerintem jó Jorik ellen játszol, akkor olyan sok counterplay nincsen. De hogyha metahőst játszol, akkor általában erősebb leszel nála. Hört játék korai szakaszában is tudsz elég jó előnyt kialakítani. Ha Jorik hátrányba kerül, akkor nagyon gyenge. My blade is at your service. Antika 400, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, üdvözöllek. Srácok, nagyon korán engage-eltek. Miért kell ennyire elfrovolni, ezt nem értem. Nem lehetett megvárni a Cassantit. Csak felformoltam az itememet. Ezt teamfightet ezt nem lehetett elveszteni, hogyha mindenki full HP-n van. Ezt esélytelen, hogy elveszítjük. Annyival erősebbek vagyunk náluk. Ez lett volna a match győztes teamfight. Nem, el kell dobni. Nem hallgatunk a kingekre. Ja, Gwen is jón azok erős pikkek ellene később, az biztos. Gwen is jón azok az egyik legerősebb 1v1 speedpusherek később. Jax is ezek közé tart, nagyon erős. Irelia szintén nagyon jó. 1v1-ekre.
Nézzük, hogy ki tudtam eleget bejtelni. Amit tűnt. Nem voltam egy oldalon a supportommal. Lassú vagyok a Gargoyle Stompletemmel, még nem használtam egyszer se. Mindig leburstölnek, mielőtt elhasználnám. Talán lehet, hogy őket chase-elni. Na jól van. Ha megvan az összes, az elég jó lenne. Elkezdek a summoner-eket time-olni. Amit látok. Egy ingyen nashor ebből jöhetne. Luxnak van TP-je. Jól van, kapok én is a sorba. Oké. Est kell megfognom nagyon. Többi az senkit nem érdekel. Est se kell rámenni. Na, sárkányra most mindenki odajön, szépen időben. Be kell őket mélyre pusholni. Ez kit érdekel, sokkal gyorsabbak vagyunk. Csak meg lett a végén a meccs. Kicsit nehézkes volt, de meg lett. Csak-csak. Csak-csak összehoztuk. Adom a Rek'Sai-nak. Ezt szeretek vele játszani a Roy Demon-nal. Itt vannak a pontok, az biztos. Jól van, szép tettünk azért a Cassantén valamennyit ezzel most. Nem volt a legacélosabb meccsem ez se, az igaz. De azért jóval jobb volt, mint az előző. Jó sok playem is volt, de volt pár miszkalkuláció is. De főleg abból adódott, hogy a csapattal nem volt meg a szinergiám. Teljesen más gondolataink voltak. Nem, most nem csinálunk lezáró meccset ma, hanem inkább azt nézem, hogy kit raideljünk be. De kit raideljük be.
Na köszönöm szépen, hogy néztetek. Legközelebb, jövő héten, szerintem olyan kett tájékán várható majd a következő stream, kett szerda, majd még kiírom. És akkor legközelebb megy tovább a climb. Addig is további szép estét. És jó mulatást, aki majd Dakit tovább nézni fogja. Sziasztok! AOM stream lesz még? Lesz majd még egyszer legalább. Igen. Ciao, ciao!